Tudod, hogy a franciák fosztogattak? Hát, na majd megbeszéljük. Hagyjuk ezt. De tényleg most úgy csinálunk, mint a franciákban nem lenne ilyen régi ilyen népnemzeti hagyomány a zavargás. Tehát jelenlegi államformája is egy zavargásnak köszönhető. Annak az eredménye, igen. De hogy komolyra fordítsuk a szót, tehát, hogy ma is tanultunk valamit. Mert én, mit tudom, ilyen betegségekkel, meg ilyenekkel nem foglalkoztam még soha, de megtudtam, hogy az isiásznak például az egyik tünete az, hogy minden szembevőt megcsókolunk, a másik például az, hogy cseppfertőzéssel terjed. Lumbago fröccsel terjed az isiász, rövid. Nem tudom, a Junkernek milyen isiásza volt, de az én isiászommal nem tudom kikelni az ágyból, nem, hogy még lemenjek a kocsmába inni. Mekkora hős, látod, milyen komoly államférfi, és mégis oda. Ezt is megteszi a népéért. Igen. Aki ugye nem választotta őt meg. Szovjetizálódik az egész Európai Unió. Ott azért láttuk elmenni ugye a háttéradott a miniszterelnök urat, zsebredett kézzel, itt szépen elballagott ott az a kis külön társaság, mert el volt szigetelődve. Ilyenkor szokás kírni, amivel like a boss. Mikor itt szépen ágyalogol, és így nézi őket ilyen megvetően, hogy ja, tag life. Is lesz. Tag life, igen. Na és a Trumpnak meg milyen megvető tekintetet vágott a Junckerre? Tehát tényleg hát utoljára, tehát amerikai elnök Brezsnyevre nézett így, amikor éppen olyan részegen leesett az asztal alá. Tényleg, tehát nagyon szerettünk mindent a migrációra fogni a rossz időtől kezdve, nem tudom meddig, de a franciák tényleg ilyenek, tehát ők imádnak zavarogni. Persze az amerikai fekákkal is össze lehet párosítani ezt az egészet, mert náluk is, mint ami Chicagóban nyer a csapat, akkor felgyújtják a belváros, de az rendben van, tehát ez is a része, de ez autentikus francia szokás szétverni a városokat. Meg van mit van, hogyha veszít a csapat? Bocs, de szerencsénk, hogy hétfő reggelre helyreállt a rendben, hogyha nem állítják helyre a rendet, akkor államforma váltás lesz, és néhány év múlva Győr mellett nagyon megvernek minket. Megint. De egy olyan videót láttam, hogy egy ilyen valami kis autó Párizsban éjszaka, ott örömében forgolódik az utcán, és alig bírták visszatartani ott a bevándorló fiatalok. Próbálták elkapni, és nem sikerült. Az autó csak forgott. Nekem Szanyi Tibor jutott eszembe, nem Gyurcsány, ugye, hogy aki szerint, amikor mi tovább jutottunk az EB-n, akkor nacionalista hőzöngés volt Budapest utcain. Hát egyébként szerencse, hogy Párizsban nem. Tehát, hogy nálunk ilyen nacionalista hőzöngés az van. A nacionalista hőzöngés zajlik, miközben Párizsban egy internacionalista, nyílt társadalmi, multikulturális. Ha már nyílt társadalmi, akkor a Soros Alex is megünnepelte egyébként a Twitteren ezt a győzelmet, és azt hiszem, hogy valami olyasmit írt, hogy megkaptátok az afrikai és muszlim bevándorlóktól a világbajnoki címet, akkor most szolgáltassatok nekik végre igazságot. Tudtuk a döntő előtt, hogy ha megnyerik a franciák, akkor az fog jönni, majd szétünneplik a haladók, hogy nyert a sokszínűség és a bevándorlás. Nem lehet egy meccset megnézni úgy, hogy csak a sportértékén kezeld. Jó, mondjuk érzi, ebben az a vicc ebben a diverzitásban, hogy Franciaországban a fekete meg az arab fiúk fociznak, tehát tömegesen tolják be őket a sportba, mert hogy ez az integráció. Tehát ott fehér gyerekek nincsenek az utánpótlásban. Hát a Laurent Blancnak volt még egy óriási botránya is, amikor kezdeményezte a szövetségnél, hogy talán nem is helyreállítani az etnikai arányokat, de mondjuk 30%-ra szorítani a bevándorlókat. Tehát egy kis fehér kvótát akart, és persze le is dorongolták egyből. Tehát tényleg az van, hogy elmész Franciaországba megnézni, hogy egy utánpótlás klubot hogy működik, hát 100%-ban fekete arabok vannak benne, akikből egy-kettőből első osztályú focista lesz, minden 400-ezredikből világbajnok lesz, az összes többi az arra jutott, hogy még gyorsabban tud majd a rendőr előszaladni 18 évesen. Azért szorul Németország most az orosz gázra, mert így a haladó nyugat belelökte Merkelt az oroszok kezébe azáltal, hogy ugye bezárták az összes atomerőművet. Ez aztán pont Fukushima után volt, tehát hogy lezárták az atomerőműveiket, elkezdték teljesen feleslegesen erőltetni ezt a szélerőműveket, vízerőműveket, stb. És meg visszahozták a szénerőműveket. Igen, és visszahozták, és ennek az eredménye az, hogy visszahozták a szénerőműveket, illetve elkezdtek nagyon durván rászorulni az orosz gázra, és most arról van szó, hogy az egész német energetikai ipar tulajdonképpen a Gazprom határozza meg. Volt egy ilyen saját döntése volt egyébként, ezt nem erőltette rájuk senki, mert a franciák közben nem szerelték le az atomerőműveiket. A franciák nem voltak olyan hűvők. Az angyal okosság ebbe is benne van. Imádkozni kezdett egy muszlim utas a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 2A termináljában, amire akkora pánik tört ki, hogy mindenkit kitereltek onnan. A Orbán gyűlölet politikája, most mit kell még ehhez mondani? Teljesen nyilvánvaló. Amire a haladó, sajtó rögtön rá is ugrott, mint mindig elfejtem ezt a hasonlatot, hogy mi a tyúk ugrik rá, a takonyra. Meleg takonyra. Az igen. Aztán persze kiderült, hogy az illető egy körözött személy volt. Igen, meg állítok, egy táska is volt nála, zavartan viselkedett a táskát, ott hagyta. Egyébként
Engem nem is kellett volna kiterelni, én magamtól kirohantam volna. Tényleg az, hogy felhangon nekiáll valaki alakú akbározni franciául. Mire neki a terminál közepén, tehát ottól emberek állnak sorba. Hát nem megszállt az a fajta szentlélek, amit vagy a Vidám vasárnapban, vagy egy mecsetben. Hát meg napi öt kötelező imájuk van. Lehet, hogy pont akkor jött el az az időpont, amikor angolok teáznak, ezek imádkoznak. Ki jött belőle az üvöltő dervis. Teszem hozzá, Sztálin mit mondott? Nek is volt az, hogy a Hitlerről mondta, hogy kijött belőle az üvöltő dervis, le kell lőni. Tehát tényleg az lesz a vége, hogy az európaiak Afrikába költöznek, az afrikaiak Európába. És akkor ez 50 évig ez így lesz, meddig az európaiak... Ezt akartam... Nem, összes fehér ember oda költöznek. Ide ne jöjjön. Afrikából is menekülnek. Mint ami Afrikából egy ilyen 10-20 év alatt ez egy érhető világot lehetne teremteni, tehát ott gazdaságot lehetne csinálni, mert tényleg egy kicsit a homokot félre söpöd, akkor gyémántot találsz. Fehér kapus, meg egy fehér szövetségi kapitány. Kb. Ugyanebben az időben, Európában, pedig az afrikaiak már a zsindejt lennék a tetőről, és akkor 50 év múlva megint az lesz, hogy az afrikaiak Afrikába akarnak költözni, és az európaiak menjenek haza. A finn miniszterelnök, nem a mostani, ez valamikor a 2000-es évek elején volt, az akkori finn miniszterelnöknek az apja mondta, hogy az afrikai országokat európai fehér emberekre kellene bízni, és nagyon hamar meg lehetne teremteni a prosperitást pontosan amiatt, részben, amit mondasz, hogy iszonyos. Úgy Zimbabwe milyen hatak is országban? Olyan ásványkincseik vannak, olyan adottságaik. Természetesen lerasszistázták, meg minden hideget, meleget kapott, miközben mondta, hogy ő egyáltalán nem rasszista, ő jót akar az afrikai négereknek azzal, hogy hát ha fehérek irányítanak az országokat, akkor nagyon hamar eljönne a jólét, és nagyon jó lenne annak a sok szerencsétlen. Amúgy tényleg az nem rasszista. Az akkori finn miniszterelnöknek emiatt le kellett mondania. Az nem rasszista, hogy a franciáknál a csapatkapitány és a szövetségi kapitány az fehér? És ő mozgatja a néger munkásokat, ez nem rasszizmus? Hát oda kéne küldeni ezt a diverzitásért felelős akárkit. Így van. Tessék oda tenni nekik egy néger szövetségi kapitányt. Dél-Afrika világ egyik leggazdagabb országa volt, aztán mi lett belőlük? Hát dübörög a gazdaság, ugye? Igen. Föltalálták azt a modern gumiabroncsos nyakláncot. Rozsdásodnak az atomtengert járóik is, meg kiderült, hogy kókuszolaja nem működne. Én azt hívtam, hogy egy kedves ismerősünk, Jé úr, társalog ezzel a Gyurcsányféle robottal, és mindenféle vállalhatatlan féregségeket ír be neki. Mi a válasz? Tehát odaérje neki a... Jé úr, hogy Gyurcsány, hagyd a focit, inkább menjél el piálni. És akkor a válasz Gyurcsányt, hogy jó, majd holnap folytatjuk. Meg ilyen aljas szeszkozám, meg ilyeneket ír be neki. Én csak doktor miniszterelnök úrra fogadok, te utolsó szeszkozám, meg ilyeneket ír neki. Úgy visszatérve az LMP-re, vissza kéne hívni a Sallait a Eke Szarvától. Tehát a Sallai az bárkiból kiverni a választ. Te, hogy ne röhögjél, fine. Robi! Mit csinált? Nem is kiveri, kiborítja a választ. Jó, hát egyébként Macron is elférne a balfék listán azzal a showval, ahogy megpróbálta a francia győzelmet a saját nagyszerűségé bizonyítékaként tálalni. Az egyszerűen szánalmas volt. Éppen nyer a francia válogatott egy világbajnokságot, és jön a Macron is megpróbál túlcsillogni. Tehát még egy színes zoknit felvetett volna, és akkor tényleg. Bemegy az öltözőbe az alsógatyás futballisták közé, nem is akkor... És elkezd velük megtanulja az ugráló táncot. Csunderlik Péterrel megbeszélted ezeket, amiket mondtál? Most pont a kezembe akadt egy januári írás, amelyben mindannyiunkat elemez. Igen, ezt. Hát nyilvánvalóan eszmetörténész étterműségéként tök hülye vagy, én nyilván DJ-ként vagyok tök hülye, Bence balettosként. Én meg minden szemben tök hülye vagyok. És mit írt olyan majd? Hát ezek körülbelül egy nagyjából. Az a következő, amikor a Hont András meg akar erőszakolni téged. De felbérel hozzá egy medvét. Ez a medve sztori azért nem ment el a HVG mellett nyomtalanul, hanem Hont András megsértődött ezen, hogy meg nem is tudom, a Vajk írta meg, hogy... Oleg Gellért. 88-ra írta meg. Hát a Hont Andrásnak volt egy pár héttel ezelőtt, és szerint személyem hívta fel erre a figyelmet, és meg is fogom. Magyar időkben. Vasszak, holnap után jelenik meg, mindenki vegyen magyar időket. Bennem, ahogy nem vagy. Benne van. Azt mindig belesűrítem. Nagyon fontos. Hogy a Hont András azt írta, hogy valami origós
cikkel kapcsolatban, hogy ő nagyon reménykedik abban, hogy László Gábort, és mindenkit, akinek az Origóhoz bármikor bármilyen köze volt, azt egyszer úgy megerőszakolja valaki, hogy nem fog tudni lábra állni. És akkor erről írta a Gellért, meg persze majd én is fogok írni, és az is megjelenik. És a Honda és úgy felkapta a vizet, hogy azonnal ilyetébe írta a Gellértnek egy üzenetet, azt hiszem az Old Right-tal kapcsolatban. Békés Marcit telefonon hívta. Békés Marcit ilyetében nem tudjuk, hogy telefonon. A beszélgetés az. Kicsit rosszul érzem magam, hogy még soha az életben nem volt közöm az Origóhoz, most lehet, hogy küzdeni fogok, legyen. Én egyszer bementem púposkodni a Kovács Andráshoz. Ja, tényleg össze. Olyan? Miután a Momentum... Van egy haverinám, aki nálam dolgozott, és beengedett, és akkor én is odaálltam a Kovács Andrásnak az asztalához, hogy amiről hazud, lakáj. Itt egy operatőrt is magaddal? Elfelejtettem. Igen, ez az volt, amikor Sturmap Tájlungosat játszottak a Momentumos fiúk. Na jó, nemzetközi nyilvánosság is megjelent Orbán Viktor beszédében, azt mondta, hogy 100 éve lépett be Románia a modern Románia időszakába. Ez a szállásokon nem látszott. Úgy kommentálta a miniszterelnök úr, hogy a mi nézőpontunkból nincs mit ünnepelni. Ezen sértődtek meg a román ellenzéki pártok? Igen. Meg gondolom a hazai csatlósok is, mármint a szomszéd államok csatlósai. A klasszikus történet, hogy az Orbán megint nem volt tekintettel a szomszédok érzékenységére, ki nem szarja le a szomszédos országok érzékenységét. Konkrétan. A románok ugye mindig azzal vannak, hogy ott ülnek az fűben, és azon gondolkoznak, hogy mikor jön a csendőr, aki visszaveszi az elrabolt javakat. És ők is félnek ettől. Tehát én még nem láttam olyan románt, aki ne rettegne attól, hogy egyszer visszaszerezzük az elrabolt földeket. Most egyébként... Egyébként meg ki nem szarja le, hogy ők mitől fognak. Egyrészt leszarjuk, másrészt meg nem a románok érzékenységével kell foglalkozni, hogyha bármit akarunk kezdeni Romániával, hanem beszélni kell az amerikai külügyminisztériummal, akik ugye egy helyi irodaként működtetik azt az országot. És akkor, hogyha ledílelsz valamit az amerikai külügyel, akkor az le van dílelve a románokkal is, ennyi. Elég jó, elég kitartóak a székelyek, nem? Tehát, hogy ők voltak azok, akik mindenféle szarság ellenére ott kitartottak, tehát így túlélték a Ceausescu-ért, meg minden, és mégiscsak ott maradtak egy tömbbe, legalább az a két megye. Na jut eszembe, ha már itt tartunk, Vágó István egy remek posztot helyezett el a Facebookján, ami a sokszínűség előnyeire hívta fel a figyelmet, hogy ott, mikor a török hódoltság is milyen jót tett Magyarországnak, gazdagodott a kultúránk, új szokásokat vettünk. Egyébként nem tudom, azt észrevettétek-e, hogy ez az egyik kedvenc érvük, ez a gasztronómia, mert a Douglas Murray írja a könyvében, hogy ugye a bevándorlás pártiak Nyugat-Európában is mindig ezt mondják, hogy hozzák a gasztronómiailag mennyire íze, és akkor Douglas Murray mondja, hogy igen, csak közben meg felrobbantanak néhány embert a metron, tehát hogy ez a plusz-minusz, meg azért ugye Angliáról beszélünk, tényleg a fish and chips hazájában, hogy el tudom képzelni, hogy azért... Hogy ott a kebab egy... Ott a kebab egy kulináris... Bármilyen nép innovációjának. Az, hogy Nyugat-Európában is... Igen, hogy a franciáknak meg mennyire van szükség, az oroszoknak mennyire van szükségük. Semmi ilyesmire, de mondjuk azt meg tudom érteni, mondjuk a hollandoknak, az angoloknak éterre, meg nőre szükségük van. De várjál, a hollandok voltak azok, akik mit tudom, egy gyarmatosítás néhány száz év alatt se tanultak meg enni finom ételeket. Tehát ugyanúgy, nem tudom, hogy ezt a puliszkát, vagy mi a szar van náluk, az zabálják évszázadok óta. Ezért tesznek sült krumplit mogyorószósszal. Teljesen beteg nép. De az nagyon jó, hogy végre az illiberalizmust lecseréltük a keresztény demokráciára, mert az illiberalizmust azt este 10 után nem lehet kimondani. Miért a keresztény demokráciát, igen? 11-ig, igen. Nekem ott 3-kor se sikerült. Igen, ezt akartam mondani, de neked akkor se sikerült. Jó, de akkor már 10 napja ott voltam a hegyi levegőn. De a földi gyereknek ez szokatlan. Ez jó, hogy betolta most az összes ilyen Facebook huszár hiperventillál a mindenféle vallásfilozófusok és oktatók meg egyebek. Tehát. És elkezdik végrehajtani a tervet. Tehát a 68-as generáció úgy kiteszi a Facebookra, hogy amúgy mennyire félművelt. Igen. Leteszik magukat. Tehát az a vallástudor, nem tudom, hogy hívják. György. Vagy valami. Igen. Hát ez egy ekkora adag marhaságot kirakott. És hát azoknak az érveknek a nagy része azért egészen... Tudós emberekről így beszélni azért, ne haragudj. Látszik, hogy mit akar kezdeni a kormány. Ilyeneket írt az a félkegyelmi, hogy az emberi méltóság az nem létezett, nem tudom, ilyen Kant előtt. Kantot lehet, hogy nem is mondtam el, nem jutott eszébe. Közben maga a kereszténységből származik az emberi méltóság, nem, mindegy, hagyjuk. Nem baj, attól még Kant találta ki, új múltat írtak ennek is.
mi tolerálni vagyunk képesek azokat a véleményeket, amik esetleg nekünk nem tetszenek. De nem erről szól a Facebook. A Facebook arról szól, hogy létrehozzanak egy ilyen kommunista utópiát. Igen. Hát olyan eszköz van, halmozódott már fel a Facebooknak, a Cukorhegyének a kezébe, hogy mit tudom én, abban az időben, amikor a kommunisták még komolyan gondolták a kommunizmust, hát összecsapták volna a tenyerüket boldogságba, hogy ezt lehet csinálni. Hát például Nagy Imrét még azelőtt mielőtt demokrata lett volna, azelőtt lelőjük, lehet, hogy a cári család mellé, mert hogy az Facebook algoritmusa felismeri, hogy ő valaha hazafi lesz. Én egy dolog, most hihetetlen hatalmuk van, de egy dolog miatt nem aggódom, tehát azért a Facebook nem tart a világ végezetéig, tehát szépen majd bele fog állni a földbe, ha nem feltétlenül a pénzügyi csőd miatt, hanem más miatt. Tehát... Mert doktor miniszterelnök úr lekapcsolja egy napra. De bármi is történik, meg még hogyha tovább folytatódik is, mert most nem úgy néz ki, mint hogy ez erről a cenzúráról le akarnának állni, mert tényleg rendesen ráálltak erre a dologra, de még hogyha így is történik, akkor meg az lesz, hogy összeomlik a saját súlya alatt, tehát nem a világ végezetéig. Tehát egy dolog tart a világ végezetéig, ugye mindannyian tudjuk, hogy mi az. Igen, meg az. Ami a világ végezetéig tart, az összes többi az nem, úgyhogy majd szépen elhullik és kész vége. Általában a diktatúrák is ebbe omlanak össze, hogy egyszer minden ember mellé kell állítani egy besugót is. A Facebook már tényleg úgy működik, hogy így tízesével, százasával, ezresével veszik fel a cenzorokat, hogy valahogy fent tudják tartani ezt a tévképzetet, hogy ez egy biztonságos kis buborék. Megy a derpegés ezen, hogy márka, és hogy persze, hogy az állam miért nyúl alá, meg miért segít, és a többi, és hogy semmit nem értenek a világból most sem, mert ma szerintem ez egy nagyon izgalmas, egyébként valóban kockázatos és kétesélyes dolog, hogy sikerül-e létrehozni egy komoly magyar ruha, sport, vagy sportruházat, bármilyen márkát. Szerintem állati jó lenne. A németeknek is van, a dánoknak is, abszolút. Az angoloknak is. Így van. Ez állati... nem egyedülálló, tehát az, hogy mi a nulláról indulunk újra, már a komcsik eladtak mindent, igen, még a tetőt is a ház fölül, de nézzétek meg, ott van például a Gabb utcának a lábán a Converse, még egy bújtatott reklám. Hát a Converse úgy lett világcég, hogy az amerikai hadseregnek elkezdte cipőket árulni. Ez a lényeg. Nulláról, mert nagyon jól hangozna, hogy majd miért nem egy startup, és akkor miért kell, hogy az állam, meg az Orbán, meg a Mészáros, stb. Ez egy lehetetlen dolog lenne létrehozni egy ilyet. Van egy nagyon jó példa erre egyébként, a Tisza, amelyik egy létező, valaha nagyon komoly magyar márka volt, most legalább 20 éve újra ugye néhány srác megvette, abszolút önerőből csináltak belőle, és minden tiszteletem az övéké, csináltak belőle egy kultikus, sokkal inkább Nyugat-Európában, mint Magyarországon működő, ilyen underground retro márkát, ugye egy ilyen nagyon szubkulturális dolgot, és tök jó, amit csinálnak, de gyakorlatilag nincs Magyarországon jelen. Nagyon jó cipőket gyártanak, egyrészt megfizetetlen, másrészt három embert foglalkoztatnak, tehát tényleg minden elismerésünk a tiszacipő srácoké, de ez egy. Nagyon komoly állami segítséggel lehet. Volt egy nagyon fontos pontja most ezzel kapcsolatban, hogy hogyan alakulnak ki ezek a dolgoknak, hogy másik reklám, hogy használjuk a hülye okos telefonjainkat, és főleg kifejezetten a szifonok, meg az Apple termékeid, de főleg az iPhone, meg minden hasonló, ugye, hogy jöttek létre? Tehát ma az elbeszélés, meg az a sztori, hogy a garázsban így két geek így összejön és összerakja, aztán közben meg te mérdek amerikai állami pénz, az amerikai hadsereg fejlesztései, minden ilyesmi benne van. Tehát az, hogy a ma ismert nagy márkák és nagy sikertermékek, azok így startupokból jöttek létre, az alapvetően egy kamu. Kiváló cenzor. De én annak örülök, hogy ugye a transziságot úgyis ez a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet éppen kivezette a betegségek könyvéből, és akkor be lehet rakni ezt a támpisztonyt, mint betegség, és akkor nagy pénzét lehet rá gyógyszert kifejleszteni. Majd a izé vállalja szerintem a Starbucks. Ha beveszed, akkor Hillary az elnök mellékhatás, kék színű a hajad, kicsit sokat jársz melegbárba. Tényleg, hogyha keresel egy jelképet a 21. századra, az a felnőtt színező lesz. 30-40 éves emberek ott színeznek, gügyögnek közben, és Hillary-t akarják elnök. Egyébként most már mindegyik ilyen ízét bevállalhatná a Starbucks, tehát ezt a gyógykezelést is a Trump-fóbiára, meg ugye most már nem az, váltó, hogy lehet ingyen szarni a Starbucks, ugye az vezették be, meg az, hogy nem váltó műtétekre adnak zsét. És lehet, hogy ezt össze lehetnek kötni, és akkor bemész a budiból, levágják a cerkát, és adnak neked gyógyszert is Trump-fóbiára. Mire számítottak? Lódobogásra? Most komolyan, tehát az a Mirkóczki Ádám, tehát... Egyrészt nem a legélesebb kés a fiókba, meg maradék érvet is, amit elővet, hogy talán valamit fel tud hozni a Jobbik mellett, az is marhaság volt. Tehát ez a klasszikus, az Ádám, te jársz ide.